Mennyi menet kell oda érni? Finomabb, úgyhogy
nem tudom, például délután ez nagyon jó. Hú, ez meg reggeli is. Reggelire is, akkor már még. Úgy is adjad a reggelit. Igen, ez vaníliás, egyébként náluk otthon kapható áperigítő is. Már az elég tárgyú. Ilyen kis kettes csomagolásról van. Igen, tehát itt áll a környezet baját, hiszen csomagolás itt áll a csomagolba. Viszont az alkohol az nagyon barányos. Nem, köszönöm, én megmondtam. Köszönöm. Én meg soha nem tudom. Volt az idei kitóvá. Van valami. De milyen szokott? Nem kérte, láttam magam. Nagyon ízlik ez a német sör. Sokkal finomabb, mint amit Magyarországon lehet kapni. Igazából egész nap ezt innem, de hát nyilván ezt az osztálykiránduláson használunk, nem tudjuk kivitelezni. Nagyon jó az utóíze, nekem azt tetszik különösen benne. Ezentúl csak ilyen sört fogok inni. Gut, besser, gösser. Jaj, ez nem az, bocsánat. Én HSC pluszt vettem, mert az otthon ezt még nem lehet kapni, ezt mondjuk szóvájászok, és amikor nem olyan HSC párjás, úgyhogy vettem egy hozzá, ugye is azt hallottam, hogy elvileg bőnk a németekni. Itt Németországon sokkal finomabb elvileg és sokkal gazdagabb vitamin van, úgyhogy vettem egyet, hogy próbálj meg, majd azt hallottam az otthonimból, és nagyon kíváncsi vagyok rá. Én, ahogy a mellékem táblán is mutatja, borotva habbal örvendeztek ennek a nézőket, ami elméletileg nők számára lett kitalálva, de mint tudjuk, jól ezt érjel is használhatja. Finom kókusz illatú, ami ha például Németországban industriában utazunk, akkor rendkívül hasznos lehet, hiszen a mindennapi szükségleteinkhez a higiéniai ápoltságunkhoz hozzátartozik. Ez a kis kellemes kiszerelés 150 ml-es, finom kókusz illatú, állagát tekintve pedig ilyen. Ott egy rendes borot van. Az arcra könnyen felkelhető. Kicsit várunk, amíg beissza magát, borotvával és vízzel pedig a célját tökéletesen. Akkor, de akkor még nem egy munkatársáról mindjárt. Hát, nem maradt sok pénzem elküldött. Csak valami csak megoldjuk. Persze. Még akár a fotóra megoldjuk. Szuverétkét? Szuverétkét? Hát persze, kajak, jaj, persze.